úgy döntöttünk, hogy ma ilyen csendesen cserélünk vendéget, és csendesen, meg egy pici zenei aláfestéssel vezetjük fel a következő témát. Plakátrongálásokra emlékeznek akkor, amikor kikerültek a kormányzati plakátok az utcára, ez a neveddel a magyarok munkáját, hogyha külföldiként ide érkezel, már tiszteld a törvényeket, a kultúrát. Most akkor elindult egy mozgalom az ellenzéki aktivisták részéről, és megrongálták ezeket a plakátokat. Aztán következő lépés volt az, amikor a gyűjtés következtében sok válaszplakát került ki az utcákra. Akik megrongálták, azok közül voltak már, akiket a rendőrök igazoltattak, elkapták, és már a bíróság egy esetben ki is mondta azt, hogy ez a szólás szabadságába beletartozik. Úgy tűnik, hogy Pécset viszont Hegy Péter nevében, vagy esetében nem ez fog történni. Jó estét kívánok! Kezdjük sokkolom! Tehát valószínűleg nem lesz ilyen szerencsés, mert hogy ön kapott már a rendőrségtől hivatalos értesítést, ha jól értelmeztem a híreket, hogy elzárás... Mennyi? 6 nap elzárás, vagy 30 000 forint lehet a büntetése? Hogy ön nem ússza meg? Hát ez egy érdekes dolog, mert amikor mi június 30-án kiraktunk egy ilyen tréfás szöveget az egyik ilyen nemzeti egy konzultációs plakátra, a rendőrség falára Pécset. Akkor... A rendőrség falára? Igen, mert ráadásul egy olyan rendőrségi épületre, ahová nagyon sok külföldi jár be egyébként, akik magyarul is tudnak, tehát egyetemisták, pécsi egyetemisták járnak be, ott intézik az ügyeiket, és oda kerültek ki ezek a csúnya, idegenellenes hangulatot keltő plakátokra, és ott elérhető magasságban rakták, és nem fel, úgyhogy könnyű volt az efélye. Mit raktak önök ki? Azt raktuk ki, ugye az volt a eredeti szöveg, hogyha Magyarország jött, és mi azt raktuk ki, hogy a te munkádra is szükség van, hogy Orbán Viktor mind az öt gyermeke saját lábára állhasson, és utána pedig elénekeltük a Rúdinak a Ha én kapu volnék kezdetű dalát, egy ilyen tréfás dalinak, és ez azt jelenti, hogy ez nem egy ilyen egy-két személyes plakátragasztás volt, hanem egy flashmob volt. Mi eredetileg egy ilyen sima kis plakátragasztást terveztünk, akkor még, amikor mi ezt terveztük, akkor még nem mondta ki a bíróság, hogy ezt nem lehet, és valaki kitalálta, hogy ha gyurba ragasztóval ragasztjuk fel, akkor nem lesz rongálás. És akkor eszünkbe jutott, hogy jó, hát akkor lehetne flashmob is, föl lehetne bátorítani csomó társunkat, akikkel a Facebookon már nagyon régóta levelezünk, jöjjenek el ők is. És akkor beindult a Facebookon egy ilyen levelezés, teljesen demokratikusan, nyilvánosan, egyelő részvétel alapján kialakult a program, és oda mentünk június 30-án, 12-en mentünk azt hiszem oda. Megtörtént a ragasztás, az éneklés, majd elkezdtünk elmenni a helyszínre, és kb. Egy olyan 100 métert mehettünk különböző irányba, amikor megállt mellettünk két rendőrautó, megkezdte, hogy mit csináltuk, mi elmondtuk, hogy mit csináltuk, tehát magát a tényállást az kb. 3 perc alatt tisztáztuk, és akkor elkezdtek telefonálni a főnökeikkel, és akkor azt mondták, hogy ez rongálás. Mondtuk, hogy nem rongálás, ezt le lehet szedni bármikor. De akkor szemetelés, mert akkor ott hagyjuk a plakátot, ha valaki leszedi, és akkor a szemetelés. Mondom, hát akkor nem én szedtem le, vagy nem mi szedtük le, de egyébként nagyon szorosan eljövünk a plakátért, ez jó sokáig tartott megcsinálni, márhova is ki tudjuk rakni. Ha visszük, jó lesz az még valamire ilyen. Akkor birtokháborítással is próbálkoztak, hogy nem mi fizetünk ezért a plakát helyén, mondtuk, hogy dehogy nem az adónkból. Várj egy kicsit. Először is ez a rendőrség épületének a fala volt. Igen. Önök elindultak, és jöttek a rendőrautók. Honnan? A rendőrség épületéből? Tehát, vagy valahonnan szemben? Nem néztem, mert minden körben egy olyan 100 méter oda. Ha kisétáltak volna, akkor ott helyben lehetett volna önökkel erről értekezni. Igen. És amikor a rendőrautók ott megálltak, és kiszálltak a rendőrök intézkedni, és akkor elindult egy ilyen ötletelés, hogy mi lehet ez, amit önök megvalósítottak. Konkrétan azt mondta a rendőr, miután beszélt a főnökeivel, hogy nem tudják még, hogy mit csináltunk, azt se tudják, hogy szabálysértés vagy bűncselekmény, de valamit biztos elkövettünk, és amíg ők erről nem döntenek, addig nekünk ott kell maradni. Két órán keresztül ott álltunk az úton, a követelésünkre végül adtak egy papírt arról, hogy minket előállítottak két órán keresztül. De mondom, közben nem mondták, illetve nem tudták megmondani, hogy micsoda. És két óra múlva, amikor kijöttek már a helyszínelők is, és akkor ők egyből ránéztek, hogy ezt tényleg le lehet szedni, akkor azt mondták, hogy nem indítanak eljárást, és elengedtek. Tehát azt hittük, hogy vége, másnap közöltük is a sajtónak, hogy jaj, de jó, lehet ilyet csinálni. Mondom, ez még akkor volt, amikor nem volt ez a Pesti bírósági ítélet. Ez az tartozó civil csoport? Nem, ez teljesen pártfüggetlen civil csoport. Tehát önök tavaly... nem az Együtthöz tartoznak? Nem, teljesen pártfüggetlen ez a csoport. Vannak egyébként, nagy vita is volt azon, hogy most akkor jöhetnek pártagok, nem jöhetnek pártagok. Ma is tart még ez a vita, teljesen demokratikusan, nyilvánosan vitatkozunk. Uh-huh. Teljesen, ez október óta szervezi egy csapat, vagy sok csapat van, nem is egy csapat van egyébként. Van a Kossuth tériek, a Széchenyi tériek, az ilyen csapat, olyan csapat. Szervezzük ezeket a pécsi tüntetéseket most már egy fél éve.
No, és mondom, miután elmentünk, úgy tűnt, hogy vége az egésznek, majd eltelt 3 hét, én egy hétig voltam nyaralni a családommal, hazaértem, és kaptam egy levelet, hogy menjek be a rendőrségre, mert eljárást indítottak ellenem gyülekezési jog megsértése miatt. Az hogy sértettem? Hát ezt én sem tényleg nem értettem, csak ennyi volt odaírva a papírra, és akkor bementem, és az az őrnagy asszony, aki ott fogadott, én is ezt kérdeztem tőle, hiszen az egyértelmű volt, a rendőrök is mondták, hogy ez egy flash mob. Az egész nem volt 4,5 perc ez az akció. Még van egy videó a YouTube-on, ott még látszik is, hogy mondom, na, még 5 percen belül vagyunk, nincs ilyen, hogy pont 5 percek lenni, de nagyon rövid volt. És ezt a rendőrök is elismert, ez fel sem merült korábban. És akkor megkérdeztem, hogy mit követtem el, és azt mondta, hogy azért, mert előző nap felraktam a Facebookra, hogy lesz ez az egy esemény, mindenkit szeretettel várunk, vagy valamilyen szöveggel. Tehát akkor ez már meg lett hirdetve. Akkor hát ez már nem... azok között, akik addig is beszéltek ezen a... A flashmobot is meg lehet hirdetni, tehát olyan nincs, hogy a hirtelen akciót nem igen. Szabad meghirdetni. Azt írja az alkotmánybíróságnak a határozata is, mi ezt már tudtuk, mert korábban is szerveztünk már Pécset, szerveztünk nagy tüntetéseket, kis flashmobokat is már többször. Angela Merkel mellett volt egy ilyen kis flashmob, és akkor utána néztünk, és azt mondja az alkotmánybíróság, hogy a flashmob az rövid, gyors információ cserékkel mobilon vagy interneten keresztül. Na most mi ezt csináltuk klasszikus, és ez követhető, mert rajta van az interneten. Tehát, hogy melyik nap éppen ki azt a kétszoros bejegyző, hogy tenek, szerintem még ezt kell csinálni. Te, ez hülyeség, inkább más, tehát tényleg ilyen teljesen nyilvánosan ment ez a dolog, és előtte a való nap ugyanezen a egyébként nyilvános pécsi csoport. Területen megvalósuló tiltakozást, azt flashmobnak hívjuk, azt előre nem kell bejelenteni. Hát ez az, hogy nem kell, annyira nem, hogy amikor én ezt az Angela Merkel eset azért gondoltam, hogy jobban lenne a rendőrökkel, én fölhívtam őket, tehát nem bementünk, mint máskor a tüntetők, fölhívtam, hogy hát mi holnapra szervezünk egy flashmobot, tehát én szólunk. És én nagyon arrogánsan szólt az ügyintézet, mint korábban fogadta a bejelentésünket, hogy hát a flashmobot nem kell bejelenteni, hanem én is tudom, de azért tudjanak róla. De nem, majd, ha majd valami baj lesz, akkor majd ők ott intézkedek, nem volt semmi baj. Tehát akkor nem volt gond, amikor demonstráltunk a Merkel mellett, most, hogy a kormány vezetői ellen volt ez a flashmob, a rendőrség falán, most viszont ezt így utólag kitalálták, hülyeség egyébként, tehát nincs ilyen És akkor ezt én mondtam is a rendőrnőnek, hogy mondja meg, hogy ez miben különbözik más flashmoboktól, amit szintén így hirdetnek. És nem tudta megmondani, és én ragaszkodtam hozzá, hogy vegyék be a jegyzőkönyvbe, hogy akkor én nekem most se tudja senki megmondani, hogy ez miben különbözik más flashmoboktól. Nem nagyon tetszett nek, de korrekt volt, tehát végül is bekerült a jegyzőkönyvbe, hogy most se tudják nekem megmondani. És akkor azt hittem, hogy vége. Még írtam is utána egy levelet, kérem hivatalosan a megszüntetését az eljárásnak, mert már megindítani sem lett volna törvényes, van egy ilyen szabály, hogyha valamiről megállapítják a feljelentésből, hogy az nem bűncselekmény, vagy nem szabály, és akkor 8 napon meg kell szüntetni az eljárást. Ezt már megszegték, hiszen eljárást nyitottak ellenem. A feljelentést el kellett volna utasítani 8 napon belül. És eltelt újabb 3 hét, és egyszer csak kapok egy határozatot, ez múlt szombaton volt, tehát nem volt régen, arról, hogy 6 napi lezárás, ha nem fizetem be 30 000 forint pénzbüntetést, amit egyébként tudták, hogy nem fizetem be, ugyanis nyilatkozni kellett a rendőrségen, hogy vállalok-e közhasznú munkát, mert azt csak akkor szabhatnak ki, valaki vállalja, mert különben rabszolom kényszerűen. És én lenyilatkoztam, hogy nem vállalom, ezt le is írták, és hozzátettem azt is, hogy pénzbüntetés, kifizetést sem vállalok, hogyha véletlen megbüntetnek, mert ezt miért nem tudom, tartom, hogy nem csináltam semmit, akkor és aki velem szemben törvétől jár, aki én annak fizessek, nem vagyok hallgató. Le sem dolgozza, nem is fizet. Magyarul akkor... marad a 6 nap elzárás, amikor ezt kiszabták, tudták, hogy ez 6 nap elzárás, hogyha csak én meg nem szegem a szavamat, de nem most már. Jogász vagyok és tanár. Szegény gyerekeket, cigány gyerekeket tanítok, és a felnőtteknek meg jogsági szokatot csinálok szegényeknek az ormánságban. Nem csak cigányoknak is. Másoknak is. A többiek, akik önnel voltak, akik szintén 2 órán keresztül átcsorogtak az utcán, amíg a rendőrök az elmondása szerint próbálták kitalálni, pontosan ők mit is valósítottak meg, ők is ugyanígy kaptak hasonló tartalmú leveleket? Nem, mert hogy egyébként nagyon örülök, mert hogy én igyekeztem magamra vállalni a dolgot, végig mindig, hogy kiszerveztem, mondom, hát sokkal szerveztem, én vállalom a szervezést, ezt többször a rendőröknek is mondtam, nem mondom meg, hogy még kis vett benne részt, akarnak, utána járnak, nyilván utána is jártak. Egyébként ez volt a második vád. Ugye először nem tudta megmondani a rendőrnő, hogy hát ez miben különbözik, és most a határozatban, tehát korábban ezzel nem is szembesítettek, most azt találták ki, hogy azért, mert én vagyok az egyedüli szervező, ez egy hülyeség, azért, mert én azt mondtam, hogy én valóban, de hát sokan szerveztük ezt. Nem csak, hát ez egy ilyen spontán szerveződés, ez a flashmob, tehát nincsen egy emberhez kötő, ott az interneten való információ csere útján szerveződik. Én azt tartom ebbe iszonyatosan botrányosnak, hogy ez igazából nem ellenem irányul, meg nem is az a 12 embernek, hogy jól érezték magukat, hanem ez a
polgártársainkat akarják elriasztani attól, hogy valamit lehessen, tehát hogy nyilvánosan merjék vállalni az állás, a véleményüket. Ez az egészben a legszörnyűbb számomra. De én meg azon gondolkodtam, hogy ha már született olyan bírósági ítélet, amikor, vagy döntés, amikor a plakát rongálók, vagy rongálóról, akkor azt mondták, vagy a bíróság azt mondta, hogy ez a vélemény nyilvánítás körébe tartozik, igen. Akkor hogy lehet, hogy a bíróságot egyébként két lépcsővel leelőző, tehát a nyomozati szerv, a rendőrség meg azt mondja, hogy ez nem vélemény nyilvánítás, hanem jó, oké, tehát mert a bíróság nem jogegységi. Hogy ez egy flash move, tehát aki kirakaszt, csak úgy simán, egyébként mi is így terveztük eredetileg, hogy csak úgy kettő-hárma oda menjünk és kirakasztjuk, csak valakinek eszébe jutott, hogyha gyurma ragasztóval ragasztjuk fel, akkor le lehet szedni. Tehát, hogy ez az ürügy most, amit ott a helyszín egyébként nem is mondtak, csak 3 hét múlva kaptam a levelet, hogy ez egy flash move volt, és mint flash mob nem szabadon szerveztük, ami nem igaz, tényszerűen nem igaz, a TASZ-szal beszéltünk, ez egy hülyeség. De ha most oda megy 2-3 társával, igen. És nem csinálnak ott semmit, nem énekelnek, nem hívják fel magukra a figyelmet, hanem szép csöndben gyurmával fölragasztanak egy plakátot a plakátra, és elmennek, akkor az a véleménynyilvánítás, hogyha ott egy kicsit még egy 4 percig maradnak, és énekelni is, akkor az már flash mob, és ez akkor az meg már akkor lehet gyülekezési joggal való visszaélés. Nem lehet. Tehát ez törvénytelen. Most a rendőrség szerint igen. Ők azt mondják, hogy lehet. Én ezt tehát a magyar, a világ jogában ilyen nincsen, ugye van a jogban az a nullum crimen színelege, nem lehet senkit olyannél elítélni, amire nincsen valamilyen tényállás. Most az 5. ilyen ügyel próbálkoznak, hogy nincsen rá jogi tényállás, de az elején megmond, tényleg ez volt, hát 7 ember volt ott köztük a HVG újságok, akik szintén ott előállítottak, és ott ezt mondta a rendőr, hogy nem tudják, hogy mit csináltunk, de valamit biztosan, erről szól a dolog. De most még egyszer kérdezem, tehát hogyha valaki csöndben leragaszt egy plakátot, az oké, de hogyha egy kicsit felhívja magára a figyelmet pár percig, akkor az már nem oké. Ezek szerint nem. De én ezzel nem értek, és nem is hagyjuk, hogy ez legyen az álláspont. Tehát, hogy én most bírósághoz megyek ebben az ügyben, de ha véletlenül valaki ezért ítélne, akkor sem szabad ezt hagyni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy jogállamban, egy illiberális államban lehetséges, de ahol vannak szabad. Még egy nagyon fontos szempont, hogy egy jogállamban az, hogy valaki a véleményét nyilvánosan vállalja, az egy polgári érték, az a közösségért való cselekvés. Tehát nem az a dolga a rendőrségnek egyből, hogy azt keres, hogy mibe köthet bele, hanem ez egy jó dolog, hogy végre valaki elmondja a véleményét, fölvállalja, kritizálja a hatalmat, mit tudom, mert ez egy jó dolog, ez egy polgári erény. Itt pedig nem erénynek tartja a hatóság, hanem valamifajta bűnnek. Hogyha muszáj lesz, akkor leüli? Természetesen. Viszek könyveket magammal is, persze. 6 nap nyugi. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.